Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Csokrok, ajándékok, énekszó és lufi. Elkezdődtek a ballagások. Új feladatsorok. Magyar érettségével kezdtek a diákok. Hagyomány. Cinege madár népdal éneklési verseny Szekszárdon. Buzánszky Jenő 100 rendezvénysorozat. Idén kezdődik az emlékév. Május elején a szokásokhoz híven elkezdődnek a ballagások. Tolnán és Dombóváron is búcsúztak iskolájuktól a diákok. A dombóvári Apáczai Csere János Technikum és Kollégium is megtartotta ballagási ünnepségét. Lőczey Tibor igazgató köszönetet mondott Pintér Szilárdnak, Dombóvár polgármesterének és Dömötör Csabának, a Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum kancellárjának, hogy az együttműködés révén megvalósulhatott az iskola udvarának térkövezése. A búcsúzó diákoknak pedig sikeres vizsgát és boldog felnőtt kort kívánt. Idén nagyon rendhagyó a ballagási ünnepségünk több szempontból is. Egyrészt azért, mert nagyon kevés a ballagó diákunk, hiszen csak egy osztályon ballag, azért, mert a többiek technikusi képzésbe vesznek részt, ezért egy évvel tovább maradnak nálunk, úgyhogy egy kicsit családias lesz a hangulat. Másrészt pedig azért rendhagyó most az ünnepség, mert ez az első alkalom, hogy a szép új udvarunkat felavathatjuk, ami most lett letérkövezve, és nagyon örülünk neki, úgyhogy bízunk benne, hogy jól fog sikerülni. Az iskola igazgatója elmondta, azok a diákok, akik más intézményben tanulnak majd tovább, fognak érettségi vizsgát is tenni. A ballagó osztályunkból 5-en tesznek rendes érettségi vizsgát, a 11 diák pedig a 16-ból úgy döntött, hogy nálunk folytatja a tanulmányait, és előrehozott érettségi vizsgát tesz, és pedagógiai munkatárs képzésben fog részt venni a következő évben, tehát szakmát is fognak nálunk szerezni. A ballagókat Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is köszöntötte. Én azt gondolom, hogy a későbbiekben látjátok meg a fontosságát annak a napnak, ami igazából a mai nap, hiszen ez a nap is kell ahhoz, hogy jövő héten megkezdődjön az érettségi, és utána pedig a tanulmányaitokat tudjátok folytatni, és majd későbbiekben el tudjátok határozni, hogy milyen hivatást választhatok a tanult szakma mellett. Potápi Árpád János államtitkár reméli, hogy sikerekben gazdag évek várnak rájuk. Hagyd kint mindent, mi bántott, a tükör képeli téged, még nem látott. A Tolnai Szent István Katolikus Gimnáziumban egy hangulatos ünnepséget tartottak. Herczig Gábor, az iskola egyik végzős társaságának osztályfőnöke úgy véli, az idei évük nagyrészt már a búcsúzás hangulatában telt. Főleg a szallagtűző volt a mi program. Ők közösen tanultak egy táncot, és a szallagtűző bál volt még az idei évben, ami meghatározó volt az életükben. Most meg majd jön az érettségi. Antal Katalin ballagó diák elmondta, barátnőjével együtt készülődtek a mai napra, utána pedig a családdal ünnepeltek. A hétvégét követően nyugodt szívvel fut neki az érettségiknek. Én szerintem nagyon jó volt, mert mindent megkaptunk, amire szükségünk volt, felkészítettek minket, sok tanárunk igazából plusz munkát is belefecölt ebbe, külön, akár Zoomon külön órát tartottak, hogyha szükséges volt. Tehát tényleg nagyon sokat dolgoztak velünk, és ezért igazából én nagyon hálás vagyok az összes tanáromnak, mert szerintem ők is nagyon kitettek magukért. A beszédek után nem maradhatott el a lufi röptetés, fényképezkedés és az ajándékozás sem. Idén talán még nagyobb izgatottsággal és kicsit félve várták a diákok az érettségit, hiszen jelentős változások történtek az előző évekhez képest. Hétfőn a tanulók Karinti Frigyes, Adi Endre és Babics Mihály műveivel is találkoztak. Pálinkás Gábor, a Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium intézményvezetője köszöntötte a diákokat a magyar érettségi reggelén, és elmondta az alapvető információkat. 8:30-ra mindenki legyen itt holnap is, illetve a héten minden nap. Remélem minden fölösleges dolgot letettetek ott a felkészülő termekbe. Telefon, okosóra senkinél nincs, és senkinél nem is lehet. A következő féleképpen lehet még mindig megszabadulni tőle. Az összes terem előtt van egy asztal,
amire kikapcsolt állapotban mind a kettőt el lehet helyezni. Nőtigné Konc Éva, a gimnázium magyar tanára beszélt az új feladatsorról. A tankönyvek szerencsére követik a magyar érettségi új struktúráját, tehát fel tudták ebből készíteni a tanulókat. A fogalom szótár van minden tankönyv végén, amiből tudtuk őket segíteni, hogy mit kell, tehát pirossal is kiemelve, hogy mik azok a fontos fogalmak, amik az új feladatlapban, a műveltségi tesztben megjelenhetnek. Ugye itt kikerült egy gyakorlati feladattípus, az érvelés, és helyette egy ilyen lexikális tudást mérő műveltségi feladatlap jött be. A pedagógus elmondta, nehezebb volt idén a ráhangolódás, de megpróbálták a gyerekeket úgy terelgetni, hogy tudják, ez az év egy kicsit most másmilyen lesz. Az is gond volt, hogy ugye ők 9. osztályban szinte egész évben Covid-ban voltak, tehát az egy kicsit más tanítási módszer volt, más tanulás volt, azt jobban át kellett ismételni még egyszer a 9. anyagot. De hát igyekeztünk őket segíteni a 4, illetve 6 év során, ugye van egy 4-es meg egy 6-os osztályunk, és hát reméljük, hogy jól sikerül nekik. A diákok tartottak az új feladatsortól, hiszen mindenki számára még ismeretlen, a felsős évfolyamosok se tudtak nekik most ezzel kapcsolatban átadni tapasztalatokat. Soha nem találkoztunk ilyennel, természetesen a fogalmakat, a lexikális tudást eddig is tanítottuk, tanítjuk, tehát ez az irodalmi esszé írásában eddig is megjelent, hogy az kaphatott jó vagy jeles eredményt, aki használta az irodalmi fogalmakat, szakszavakat, képben volt, de most ezt még egy teszttel is, tehát egy más típusú feladattal is mérik, és hát a 100 pontos feladatsornak az egy ötöde, tehát 20 pontot ér ez a feladat, úgyhogy elég hangsúlyos, mondhatni egy jegyet ér ez a műveltségi feladatlap. A pedagógusok hangsúlyozták, aki munkát és energiát fektetett az előző évek alatt a tanulásba, az biztos eléri a kívánt eredményt. Hétfő délután 4 óráig adhatták le ajánlásaikat azok, akik képviselő vagy polgármester jelöltként indulnának a június 9-i választáson. A határidő vonatkozik a nemzetiségi választásokra is. Aki összegyűjtötte a települések által meghatározott szükséges számú ajánlást, az nyilvántartásba vétel után indulhat a választásokon. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Tolna vármegyében 275 polgármester jelölt mellett 142 egyéni választókerületi és 1117 egyéni listás jelölt indulna. A Bátaszék-Bonyhád összekötő út Bartók Béla csomópontjában kanyarodó sáv kiépítésére, valamint a Cikói bekötő út belterületi szakaszának felújítására 279 millió forintot nyert Bonyhád város önkormányzata. Erről Filóné Ferenci Baja, a település polgármestere tájékoztatott. A folyamat következő lépése a támogatási szerződés megkötése, majd az előleg igénylése. Ezzel együtt már 959 millió forint pályázati támogatást nyert a város az elmúlt napokban, ugyanis a Bonyhád Széchenyi István általános iskola udvarának felújítására 180 millió forintot, míg a Malom óvoda komplex bővítésére 500 millió forint támogatást szereztek meg. Az Erőv Vízi Közmű ZRT május 6-ától kezdődően szennyvízhálózat ellenőrzést végez Szekszárdon annak érdekében, hogy az illegális csapadékvíz elvezetéseket felderítsék. Az ellenőrzést az utcai gerincvezetéken lévő tisztítóaknán keresztül füstöléses módszerrel hagyják végre. Amennyiben az Eresz csatornából vagy a telken belüli csapadékvíz gyűjtő akna rácsán keresztül füstölést észlelnek, az azt igazolja, hogy a csapadékvizet illegálisan a szennyvíz csatornába vezették. További információ Szekszárd város honlapján érhető el. Újra megrendezték a már hosszú évtizedek óta nagy sikernek örvendő Cinege Madár népdal éneklési versenyt a Szekszárdi Babics Mihály Kulturális Központban. A döntőbe 33 nevező jutott be.
Nagy hagyománnyal és már-már történelemmel bír a Tolnavár megyei népdaléneklési verseny, melyet Bogár István emlékére szerveznek. A rendezvényt még Szabadi Mihály kezdeményezésére indították útjára a 60-as, 70-es években. Áprilisban lezajlott a két elődöntő, nagy örömünkre 50 produkcióval neveztek ebben az évben, előző évhez képest ez egy jelentős emelkedés, és ami még külön örömteli tény, hogy újra reneszánszát éri a népi hangszeres zene, ugyanis nem csak szólisták, nem csak csoportos produkciók népdal éneklésben hangzanak el, hanem egyre több a népi hangszert felelevenítő és újra kézbevevő fiatal is. A legjobb minősítést megszerző produkciók és előadóik aztán a szekszárdi szüreti napokon is színpadra léphetnek, így megmutatva tudásukat és tehetségüket a környék egyik legnagyobb szabadtéri megmozdulásán. A Gólyabanda a mi nevünk, és van három prímás most éppen a versenyszámban, és a tanáraink, vagy esetleg aki kíséretet tanul, ő besegít nekünk. A zsűri szigorúan, de azért mégiscsak tisztességesen értékelte a versenyzők teljesítményét. Elnökük szerint az értékeléskor azt az élményt keresik, amelyet a színpadon állók kiváltani képesek mondani valójukkal, esetleg virtuózitásukkal. A népdaléneklésben ez az anyanyelvi megszólalás, ez nagyon hosszú évszázadokon át csiszolódott ki, de az érzések azok akkor sem változtak, hogyha közben az életmódunk gyökeresen megváltozott. Tehát elsősorban azt nézzük, hogy vajon önazonos-e az, aki énekel, aki muzsikál, neki ez jelent valamit? És itt ezen a versenyen az a tapasztalatom, hogy évről évre, sőt, hát a verseny hagyományait figyelembe véve évtizedről évtizedre megőrzik azt az alapvető emberi igényt, és azt az alapvető emberi lehetőséget és képességet, hogy kifejezzük magunkat. Az elnök megosztotta még velünk, hogy a népi hangszerekre egyre nagyobb igény mutatkozik, trendé vált, és már nem csupán idősebb korban, de fiatalon is egyre többen keresik az efféle lehetőségeket. Győzött az NB1-es bajnoki döntő első mérkőzésén a Tolna-Mösi női futsal csapat. A tolnaiak Kis Gréta Anett és Wisner Dalma góljaival idegenben értek el 2-0-ás sikert az alapszakaszt megnyerő TFS-e alakulata ellen. A párharc legközelebb május 19-én folytatódik Tolnán, ezt követően pedig május 26-án ismét a TFS-e lesz a házigazda. Revelan Zoltán tolnai gárdája története első bajnoki címéért hajt. A Tolnai Vosinski Mór általános iskola adott otthont a napokban a Kia Mester két keréken elnevezésű 10-12 éves kisdiákok számára kiírt közlekedésbiztonsági versenynek. A megmérettetés célja, hogy fejlessze az iskolások kerékpározási tudását. Emellett fontos, hogy már iskolás kortól a helyes közlekedési kultúra rögzüljön a tanulók mindennapjaiba. A Tolnavár megyei döntőt a lányok közül Szabó Fanni Simon tornyáról nyerte. A fiúknál a Bölcskei Kovács Márk végzett az első helyen. Közép-Európa legjobb földharcosai csaptak össze május 4-én szombaton Budapesten az ADCC Central Europe-on. Schweiger Tákos és Tóth Máté képviselték az AR Team Szekszárdot a megmérettetésen. A rendezvényre 21 országból érkeztek versenyzők. Schweigert Ákos bronzérmet szerzett a felnőtt középhaladó plusz 100 kg-os kategóriában, Tóth Máté szintén a dobogó harmadik fokára állt fel a Master minusz 91 kg-osok között. Számos elismeréssel tüntették ki. Megválasztották Dombóvár és Dorog díszpolgárának, 2010-ben Prima Primissima díjjal jutalmazták, 2011-ben pedig a nemzet sportolója lett. Buzánszky Jenő 89 évesen, 2015-ben hunyt el, hagyatékát az Aranycsapat testület gondozza. Születésének évfordulója alkalmából emléktornát rendeztek Dombóváron. 99 éve május 4-én született az Aranycsapat legendás játékosa Buzánszky Jenő. Jövőre lesz a születésének a 100. születésnapja, és Dombóvár város vezetése úgy döntött a Sportszövetség javaslata alapján,
hogy tartanánk egy Buzánszky Jenő emlékévet. Ennek az emlékévnek ez a megnyitó eseménye. Itt egy 5 csapatos focitorna volt körmérkőzésekkel, ami most az elmúlt pillanatokban ért véget. Buzánszky Jenő nem sokkal a halála előtt vetette fel azt, hogy létre kellene hozni egy szervezetet, amely összefogja és ápolja az aranycsapat hagyatékát, és felkérte Lomnici Zoltánt ennek a megszervezésére. Buzánszky Jenő a nemzetsportolója, olimpiai bajnok, 99 évvel ezelőtt született, és most Módonban volt abban a gimnáziumban egy ballagáson részt venni, ahol ő tanult, és ahol a futópályán a köröket rótta, és ezért volt olyan gyors a maga posztján az aranycsapatban. Buzánszky Jenő és Dombóvár neve összekapcsolódik, és azt hiszem, hogy nagyon szép dolog az, hogy a város ápolja az emlékét a világhírű sportolónak, akik talán a legnagyobb sportsikereket érték el a magyar sporttörténetben. Ifjabb Buzánszky Jenő is futballozott, melyet fiatalon abbahagyott, de úgy látja, hogy fiában, akit szintén Buzánszky Jenőnek hívnak, megvan az a talentum, hogy a sportterén is tovább vigye nagyapja örökségét. Nagyon jó érzés mindig ide visszatérni Dombóvárra. Ugye én egész kisgyerekkoromtól ugye elég sűrűn megfordultam itt ugye édesapám oldalán. Mindig azt mondta, hogy amikor elindultunk otthonról, hogy otthonról hazajövünk, úgyhogy én gyakorlatilag ugye ebbe a szellemiségben nőttem föl. Ugye most is nagyon nagy örömmel teszek eleget minden egyes meghívásnak, ha Dombóvárra jöhetek. Pintér Szilárd Dombóvár polgármestere elmondta, hogy a mai nappal emlékévet kezdtek meg, melynek lesz folytatása. Ennek napnak a tiszteletére ma meglátogattuk az I.E. Zsilla gimnáziumnak a ballagását dr. Lomnici Zoltán úrral és ifjabb Buzánszky Jenővel, akiknek innen is szeretném megköszönni, hogy időt szántak erre az eseményre. Ezt követően itt a Szóval Sportcentrumban, Jenő bácsi szobránál tartottunk egy rövid megemlékezést és egy koszorúzást, ami ennél sokkal fontosabb szerintem a mai kornak, hogy volt 5 olyan csapat, aki össze is mérte a tudását ma labdarúgásba, és kiválóbb meccseket játszottak egymással. Mindazok ellen, hogy a mai nap nem a küzdelemről szól, hanem a barátságról, és remélem, hogy ez a nyitó rendezvény, Buzánszky Jenő 100 rendezvény sorozat, megnyitőjaként fog majd a történelemkönyvbe bekerülni Dombóváron, hiszen az aranycsapat alapítvánnyal, illetve a Debreceni Egyetemmel közösen készülünk, hogy Jenő bácsi 100. születésnapját méltóképpen tudjuk megünnepelni. Az ősz folyamán indul a rendezvénysorozat, mely méltó emléket állít a nemzet sportolójának, és Dombóvár nagyon büszke, hogy ennek szerves része lehet. Mutatjuk a régió híreit. Elektromos buszok, hidrogéngazdasági együttműködés, rendkívüli közgyűlés Pécsett. Az autópálya után a Dunahíd következhet, megnyílik Baranya a 4 égtáj irányába. Új elektromos buszokra pályázik a pécsi önkormányzat. 3 csuklós jármű érkezhet a városba, ha megkapják a támogatást, amire hétfőtől lehet jelentkezni. A városvezetés ezért az utolsó pillanatban pénteken hívott össze rendkívüli közgyűlést a szükséges döntés meghozatalához. Napirenden szerepelt az egyetemmel közös hidrogéngazdasági együttműködés is. Ez a biogázüzem a pécsi Tettyeforrásház telephelyén. Ehhez köthető az az együttműködés, amiben a cég tulajdonos önkormányzat és az egyetem vesz részt. Erről is döntöttek a pénteki rendkívüli közgyűlésen. A Tettye igen magas energiafogyasztásába bele tud segíteni ez a rendszer, és így a Tettye villanyszámláját csökkenteni lehet. Tulajdonképpen ez a végcélja. Ezt mondja az együttműködésről a pécsi szakbizottság elnöke. Új elektromos autóbuszok beszerzéséről is döntött a testületi ülés. Egyelőre 3 csuklós buszról van szó. Ez fontos, hogy csuklós buszról, mert csuklós elektromos buszok eddig nem voltak, és most ezekre szükség lesz. Tehát ez is egy kis lépés, egy nagy ugrás céljából természetesen. Ilyen értelemben
most pillanatnyilag így léptünk előre. Egy pályázati kiíráson indul az önkormányzat, ahol 3 e-busz beszerzését tenné lehetővé a megnyert támogatási összeg. Elektromos buszokról, zöld energia hasznosításról már 2014-ben szó volt a fenntartható város koncepcióban, mondja az ÖPE képviselője. Ezeket a civil szervezet mindig támogatta. Az Összefogás Pécsért Egyesület volt az első itt a közgyűlésben, amelyik már 2015-ben is elektromos buszbeszerzést javasolt, nem használt buszok beszerzését, és a Tettyeforrásháznak a biogázüzemét is akkor kezdte el a forrásház. Akkor még paramedik képviselőként a forrást, magát meg a pályázati lehetőséget is magam kutattam fel erre. Most erre a két projektre, amiket annak idején elindítottunk, ült föl a mostani városvezetés, ahogy szokta, és sajátjaként nyilván terjesztette elő, de örülünk mind a kettőnek. Korábban a nagyobb elektromos busz beszerzést javasolták, erre lett volna mód, mondja a képviselő. Akkor ezt mi még úgy tettük, hogy volt Modern Városok program pénze a városnak. Nem erre költötte, sőt tulajdonképpen a mostani városvezetés sem tudott ezzel mit kezdeni, ezért gyakorlatilag nem tudta felhasználni a város. Akkor az egész flottát, ebben ugye azt hiszem, ha jól emlékszem, 30 vagy 20-valahány csuklós, és a többi szólóbusz lett volna eredetileg. Elektromos csuklós busza még nincs a városnak, most 3-at beszereznek, de hát majdnem 10-szer ennyire lesz majd szükség. Kormányzati segítséggel, mint most, évente 3-4 e-busz beszerzésére pályázhat Pécs. Így 10 év alatt megvalósulhat az ÖPE korábbi elképzelése, tette hozzá Kővári János. Az észak-déli tengely kiépítése után kelet-nyugati irányban is meg kell nyitni Baranyát. Ez hozhat olyan gazdasági fejlődést, ami a következő évtized nyerteseivé teszi az itt élőket. Ezt mondták az M6-os autópálya zárószakaszának átadása után a politikusok. A terület parlamenti képviselője szerint jó esély van arra, hogy legkésőbb 2025 elején elkezdjék építeni a Mohácsi Dunahidat. Megszűnik Baranya bezártsága déli irányba az M6-os megépítése után, így kialakulhat egy észak-déli gazdasági tengely, de itt nem állhatnak meg a döntéshozók, mondta a területországgyűlési képviselője az autópálya utolsó szakaszának forgalomba helyezésén. Itt az országhatár vett el tőlünk minden lehetőséget, kelet-nyugati összeköttetés pedig a Duna nehezítette. Ezt a megoldást is a Dunán megépítendő híd, a Duna híd hozza, ez jelenti majd Pécs és Szeged összeköttetését egy nagy Mohácsi Duna hídon. Mit nyer ezzel a vármegye? Már ezzel is nyer, de ha a másik tengely, a kelet-nyugati tengely is megépül, akkor itt Mohács és Boly térségéből létrejön egy ideális logisztikai egység, egy hármas határ térségében a magyar-szerb és a horvát állam határainak térségében. És ez az a logisztikai egység, amin keresztül Baranya zsákutcás fejlesztését ki lehet mozdítani, és végre fejlődést hozhat ez a két gazdasági tengely. A Mohácsi híd építésére a Duna aszfalt adta a legjobb ajánlatot. A közbeszerzés most lezárulhat, következhet a megvalósítás következő szakasza, mondja a képviselő. Ezek után jön a szerződés kötés a Duna aszfalttal. Én azt remélem, hogy ezt a szándékát a kormány valamikor az év közepén kinyilvánítja, és utána még mindig van 6 hónapja arra, hogy forrásokat biztosítson ehhez az irdatlan nagy beruházáshoz, ami hát 2028-ban fog valamikor végződni, hát mindenképp 50 hónapon keresztül tart. Tehát a fizikai építés is, azaz év vége, inkább jövő év elején tud indulni, de addig mondom, a szerződéskötés és a forrásbiztosítás az minden reményem megvan arra, hogy ez megtörténjen. M6-os Dunahíd Mohácsi kikötő építése, a Pécs-Pogányi reptér állami fejlesztése, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy Baranya megnyíljon és fogadni tudja a gazdasági szereplőket, mondja a vármegyei önkormányzat elnöke. Ezt a bezártságot csökkenti majd a Szigetvárt és Kaposvárt a Somogyi megyeszékhelyet összekötő új útszakasz, amelynek az előkészítése már elkezdődött.
az a célunk és az a törekvésünk, hogy élni tudjunk azzal a lehetőséggel, amely abban rejlik, hogy a kormányzat a következő évtizedben a fejlesztés fókuszát azt a Dél-Dunántúlra és Baranyára kívánja helyezni. Nekünk az a feladatunk, hogy okosan, ügyesen együttműködve a kormányzattal, a vármegyével, a településekkel, ezzel a lehetőséggel tudjunk élni, annak érdekében, hogy a következő évtizednek a baranyaiak, a Baranyában élők, a baranyai települések, önkormányzatok, az egész nagy baranyai közösség az a nyertesek közé tartozhasson. Az M6-os befejező 20 kilométeres szakasza 88,6 milliárd forintba került. A Dunahíd Mohácsnál 295 milliárdos beruházás lesz. A 756 méter hosszúságú szerkezet és a hozzá kapcsolódó utak műtárgya kialakítása kerül majd ennyibe. A híd elkészülte után megnyílik a kelet-nyugat irányú közlekedési tenge is Baranyában. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Csokrok, ajándékok, énekszó és lufi. Elkezdődtek a ballagások. Új feladatsorok. Magyar érettségivel kezdtek a diákok. Hagyomány. Cinege madár népdal éneklési verseny Szekszárdon. Buzánszky Jenő 100 rendezvénysorozat. Idén kezdődik az emlékév. Kedden hidegfront lesz felettünk. Változóan, nagyobb részt erősen, olykor szakadozottabban felhős időre számíthatunk. Elsősorban az ország délnyugati részén van esélye záporok, zivatarok kialakulásának, míg a középső sávban számottevő csapadék nem valószínű. A nap folyamán egyre nagyobb területen fordul át északnyugatira a szél, de közben mérséklődik is a légmozgás erőssége. Közelítőleg 3-4 fokot esik vissza a nappali maximum hőmérséklet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!